Garai János általános iskola és alapfokú művészeti iskola Garai Rigók nevű csoportja Szexárdról mindenki címmel ad elő egy darabot, amelynek rendezője Hefner Edith. Thank you.
Svédországban az Európai Kórusok Fesztiváljára, és mondanom sem kell, hogy megint mi fogjuk megnyerni. Mert mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban. Ugye? Igen! Akkor most az a fontos, hogy mindenki figyeljen, gyakoroljon, koncentráljon, csinálja maga dolgát teljes bedobással. Ez most nem magasul. Mindenki kész? Igen! Az új jövemény is? Igen. Akkor beélektés. Menne bél a mandarin, mendeg él a mandarin, mendeg él a mandarin. Párkata Péter, jó reggel, már oda künn a nap felkel, szól a kakasunk, az a nagy tarajú, gyere ki a récse, kukuriku. Köszönöm szépen, mindenki nagyon ügyes volt. A következő próba szerdán, de ezen a héten bejutottunk egy plusz próbát is Péter. Kössétek fel a gatyátokat, tudjátok mi a szabály. Egy gyereket csopik, viszont látásra. Sose gyere beszélés. Ajtó! Énekel csak el nekem a párkat a Péter. Párkat a Péter, jó reggel. Jó, elég lesz, köszönöm. Na ide figyelj, a következő próbától azt fogjuk csinálni, hogy nem énekelsz hangosan, hanem táplálkozol. Tudod az mit jelent? Nem énekel. De a fejedben ugyanúgy énekel a dal, és mozgatod a szádat a többiekkel, meg minden, csak halkan. De miért? Mert még gyakorolnod kell, nem vagy elég. De én majd külön odafigyelek rád, és szólok, ha majd énekelnéz. Jól van. Sasa, a többieket ezt nem mondjuk el. Ugye nem akarod, hogy azt gondolják, hogy nem vagy elég. Csak úgy legyen. Viszlát. Tök jó a cipő. Köszönöm. Meg is itt az esztermény. Aha. Mindig ezt csinálja, nagyon odafigyel mindenkire. Szerintem ő a legjobb fej az összes tanár közül, nem? Meg a legcsinosabb is. A YouTube-én szeretem a János bácsit, viszont utálom. A légismírban is volt direktor? Nem, csak ilyen volt. Én már tavaly évele óta csinálom és imádom. És neked már melyikből tetszett a legjobban? Nem tudom, talán akartos. Nekem a Vika viadal, apukám személy közül pedig a Vika. Azt ismered? Nem. Átférnél hozzánk ismered? Nem, nekem most már nem kell. Én akkor szia! Szia! Párkata Péter, jó reggel! Már oda künn a nap felkel, szor a kakasunk az a nagy tarajú.
Ezt a nénikénről már nem szeretném kérdezni a pólusban nekem. Ne futás, hogy pár nap is itt a verseny. De ez nem igazság. Na jó, elég volt. Ez nem igazság. Tudom, hogy nem tetszik hagyni őket énekelni. A Barnát sem, a Danit sem, a Sasát sem, és még egy csomó mindenkit. Mert azt tetszik gondolni, hogy ők nem elég jó. Az élet nem mindig igazságos, Dorkácska. Két paraszt nem észre sehova. Én tudom, hogy te nagyon szereted a kórust. Mi mindannyian imádjuk, szeretünk benne lenni. Itt mindenki nagyon keményen megdolgozik azért, hogy mi legyünk a legjobban. Bizony még azok is, akik nem énekelnek hangosan. Szerinted igazságos lenne, ha csak a szerencsések lennének itt. De ha mindenkit hagyunk énekelni, akkor sohasem leszünk a legjobbak. Valaki nem énekel ilyen jól. Ez az igazság. És sose akartam senkit megnevezni. Ez nem az ő hibájuk. De ha akarod, akkor megtehetjük. Gyerekek, akkor ki nem mondta, hogy ne énekeljen hangosan? Lehet, bárka jelentkezik. Na látod, ez meg mire volt jó? Ha szép csendben tátikáznak, megnyerjük a versenyt. De elmentünk egy csomó tök jó helyre, Svédországba, és mindenki elmondhatja, hogy az ország legjobb kórusában énekel. Szerinted igazságos lenne, ha valaki gondol egyet, és megfoszthatná a többieket ezekről a gondolatokról? Pont te, akinek ilyen szép hangja van. Szerintem nem lenne igazságos. Ha ezek után bárki szeretne kilépni a kórusból, akkor rajta el lehet menni. Az igazgató úr biztos nem fog neki örülni, és a szüleinek is szomorúak lesznek. De felőlem el lehet menni. Senki? Akkor mindenki elvette a csapját. Szervusz! Nem igazság! Pukadjon meg! Mindenkire kell érteni! Köszönöm, hogy csinálhatjátok.